Az NB1-es bajnokság harmadik fordulójában a Ferencváros otthonába utazott a Lombard pápa. A miénk számításait sajnos a játékvezető alaposan keresztül húzta, hiszen Rodenbücher kiállítása után hamar emberhátrányba kerültek, ami meg is pecsételte a pápaiak sorsát. Én úgy gondolom, hogy a Lombard pápa bebizonyította a tavalyi év során is, hogy senki ellen nincs félnivalója, tehát így lépünk pályára az Üllői úton is. Nyilván kellő tisztelettel, meg alázattal, de én úgy gondolom, hogy egy jó futballhangulat várható, és végre nem 40 fokba kell játszani, tehát én is úgy gondolom, hogy egy kiki mérkőzés lesz, amiben benne van a mi győzelmünk is. Tavaly is bebizonyította a csapat, hogy szervezettségben, meg a futball tanulható elemeiből rendben vagyunk. Ezt úgy gondolom, hogy idén is bebizonyítottuk eddig, remélem, hogy az előrejátékunk az javulni fog. Ott mindenféleképpen extra teljesítményre van szüksége egy Üllői úti idegenbeli mérkőzésen. Németh Ádám egyeztet még. Szeje és Simon ott a labdánál. Először 2004. október 23-án játszott egymással ez a két együttes, és akkor a Ferencváros 5-0-ra nyert a pápa ellen egy olyan mérkőzésen, amelyen 11-esből még Szűcs Lajos, aki akkor a Ferencvárost erősítette, a Ferencváros kapuját védte, szóval még ő is betalált a pápaiak kapujába. Az előre vágott labda után Gyömbér próbált meg lecsapni rá. Szép! Ő szerezte a pápai a gólját a Videoton ellen az első fordulóban. Most pedig már Alempievics nézi, hogy kit lehet játékba hozni. Ölének hosszúra sikerült az indítás. Elég alattomosan kavarog a szél. És bizony adott esetben ez is megtréfálhatja, becsaphatja a játékosokat. Jova, Szomália. A bajnoki nyitányon nem játszhatott még, nem érkezett meg Brazíliából a játékengedélye Szomáliának. Pécset viszont pályán volt, és ahogy említettem, ott volt a lábában a Ferencváros győztes gólja. Ez még egyelőre csak szóbeli feddés. Balog pakolt egyet, oda akár sárgát is lehetett volna adni érte. Bizony. Böde került a földre, de most már ő is talpon. Újabb szabadrúgás, azután Jovanovics húzza a lábát. Most már talán jó helyen a labda is. Szűcs Lajos, aki a 400 bajnoki mérkőzéséből kereken 200-at védett a Ferencváros csapatában. Volt olyan bajnoki szezon, az a 2004-2005-ös, amikor 3-11-es gólt rúgott az ex-ferencvárosi kapus. Böde mellé! A negyedik perc közepe, és az első veszélyes jelenet. Elsunnyogott a labda pápai kapuig. Láthattuk, hogy mennyivel tévesztett célt Böde. Szűcs! Most a héten szerdán ünnepelte Szűcs Lajos 39. születésnapját. Böde. Most pedig megint csak történt valami, szabadrugás befelé. Sárga lap. Ferencvárosiak ugyanazt reklamálják, hogy akár a pirosat is elővehette volna a játékvezető. Egy gyorsan elvégzett szabadrugás Szűcs véd lábbal. Tökéletes helyről. Böde és Józsi, öt ferencvárosi játékos a 16-oson belül. Gól! Józsi berúgta, a 6. percben vezet a Ferencváros. Remek hazai kezdés. Józsit ünneplik a társak. Azt gondolom, hogy ennél jobb rajtról nem is nagyon álmodhattak a zöld-fehérek. Szűcs elindult ugyan érte, de
nem tudta kijutni a labdát. Józsi góljával tehát vezet a Ferencváros. Nagyjából ugyanonnan végezte el Szabó néhány perccel ezelőtt a pápaiak szabadrugását. Vannak a párok ott a 16-oson belül. Szejé elé kerül a labda, kapufa, és ott a gól. Villámgyorsan jön a pápaiak egyenlítése. Volt benne némi szerencse is, de a kapufáról a labda a korábbi Ferencváros játékos Maróti elé pattant. Ott kerül Szejé a földre, nem bántották. Jova elvetődik, és a berobbanó Maróti kiegyenlít. Lehet azonban egy újabb beadás, vagy egy szóló, 11-es. A 15. perc végén büntetőhöz jut a Ferencváros. Három pápai játékos rohanja le a játékvezetőt. Balog magyaráz a leghevesebben. Rodenbücher hátratett kezekkel. És mivel ezt a sárgát is Rodenbücher kapta, az első negyed óra végére 10 főre fogyatkozik a pápa. A korábbi ferencvárosi játékos kiállításával. No, most megnézhetjük még egyszer. Hát, igen. Perc. Egy újabb Józsi-Szűcs párharc. Józsi berúgja. Előnyben ismét a Ferencváros. Kettő egy. Ráadásul ez a gól, ez ember előnnyel is párosul. Szűcs Lajos sétál ki egészen messzire a kapujából. És kérdezi meg a játékvezetőt. Itt van még egyszer 11-es előtti szituáció. És ugye az érdekesség az, hogy nem Rodenbücher követte el a szabálytalanságot, hanem Német. Ennyien lehet, hogy Rodenbücher mondhatott valami cifrát. Minden esetre Józsi berúgta. Ezt megláthattuk, hogy mi történt. Különösebb látszata nincs egyelőre annak, hogy a Ferencváros ember előnyben futballozik. Horvát. Pintérről próbált volna megfordulni, de Józsi figyelt erre, és futtatja Mátét. Most érkezik vissza Német. Máté még mindig. Máté szépen húzta meg, jó a középreadás. Szomália! És az emberek a lelátón hitetlenkedve csóválják a fejüket. Nem hiszem, hogy külön magyaráznom kell, hogy miért. Máté megcsinálta a nehezét. Józsi. Gyömbér. Maradt előtte. Szomália és Gyömbér. Grúz. Józsi tovább. Schwab a kapu elé. Alempievics érkezik, Szűcs védett óriásit.
2-1 után ez volt a második nagy helyzete a Ferencvárosnak, hogy 2-re növelje az előnyét. A bravúrt bemutató Szűcs Lajos. Pedig Bene Ferenc bosszúsága, miközben Schwab már viheti. Szomália, nincs les. Szomália 16-oson belül a kapu előtt. Máté, Szomália. Még mindig 2-1. Hatvannyolcadik perc. Kis táncverseny középen. Józsi a kapu elé, Klein, gól! 68. perc, 3-1 a Ferencváros javára. Klein tehát ugyanúgy betalál a pápaiak kapujába, mint az előző idényben. Józsi pedig a két gólja mellett elkönyvelhet egy gólpaszt, és németet ugrotta túl Klein. Szűcs Lajos pedig csak beleérni tud, hárítani nem. Még nincs jó helyen a sorfal. A szabadrúgás, gól! 4-1, 73. perc, Máté a gólszerző! Megvan Máté János első gólja a Ferencváros színeiben. A második ferencvárosi szabadrúgás gól. Szűcs Lajosnak pedig nem lesz sok boldogsága ezzel a 400. bajnokival kapcsolatban. Nem lesz kis szöglet, hiába ment közelebb Jovanovics. Józsi a kapu elé, Szűcs! Nem az első nagy védése Szűcs Lajosnak. Gárdos. Gárdos még mindig, tovább pattan Böde elé, Szűcs! Szöglet. És véletlenül a szögletre lesz még idő. Szűcs búbolja meg Bödét. Orosz. Egyébre viszont már nincs idő. Kedves nézők, az OTP Bank Liga harmadik fordulójában tehát Ferencváros 4-1-re nyert hazai pályán a Lombard Pápa csapata ellen. A gyors ferencvárosi gólt Maróti még ki tudta egyenlíteni. Ezt követően viszont jött egy 11-es. 2-1-es fél idő után pedig a Ferencváros emberelőnyben játszva, ugye jó 75 percet még két gólt rá tudott pakolni Klein. Aztán Máté jó voltából, és így alakult ki a 4-1-es végeredmény. A Lombard Pápa az NB1-es bajnokság negyedik fordulójában augusztus 19-én 16 óra 30 perctől az MTK-t látja vendégül. A Lombard Pápa a nyári átigazolási időszakban 8 új játékost igazolt. A csapat újoncai közül most Nacsa Péter és Nagy Gergő mutatkozik be önöknek. Nagy Gergő 19 éves támadó, az MB2 keleti csoportjában szereplő Vecséstől érkezett. Keményen hajt az edzéseken, hogy minél előbb bemutatkozhasson az MB1-ben. Nagy Gergő vagyok, 19 éves, Vecséstől érkeztem. Nagyon jól érzem magam,
úgy érzem, a társak is be tudtak fogadni ilyen rövid idő alatt. Mit gondolsz, ez mennyiben jelent neked majd hátrányt, hogy nincsen még NB1-es tapasztalatú? Hát úgy érzem, hogy az edzésmunka meghozza a gyümölcsét. Várom, hogy be tudjak mutatkozni minél hamarabb. Ugye említetted a szurkolói ankéta, hogy ez egy nagy ugródeszka neked. Mik a céljaid a labdarúgásban? Hát nekem ez, úgy ahogy mondtad, ez hatalmas ugródeszka, és először is NB1-be szeretném bemutatkozni, minél több játék lehetőséget kapni. Azért dolgozok minden edzésen kőkeményen, aztán majd utána jöhet a többi. Ugye jó példa is van előtted, hiszen Lovrencsics Gergő tavaly érkezett ugye Pécsről, NB1-es tapasztalat nélkül, és egy év alatt berobbant szinte az NB1-be, és most már ugye Lengyelországban, az Európa Ligában is letette a névjegyét. Hát igen, a Geri ez egy jó játékos, ismerem Pécsről én is, meg akkor Kozár is mondja játszottam. Hát reméljük, hogy én is be tudok így mutatkozni, és akkor talán a szurkolók is el tudom magam fogadtatni. Nacsa Péter 20 éves kapus, a Győri Etó csapatától érkezett. Nacsa Péter vagyok, Győrből érkeztem, egy évre kölcsönbe. Szegeden születtem, ott kezdtem a pályafutásomat a Tiszavolánba, utána egy 6 éve kerültem Győrbe, ott az akadémián végigjártam a ranglétrát, és egy éve, másfél éve tartoztam a Győrben a felnőtt kerethez. Most egy Pápára kerültél, itt mennyi játék lehetőségre számítasz majd? Hát én is, mint minden játékos, szeretnék minél többet játszani. Nyilván Lajos mellett nem lesz egyszerű, de hát nekem még most talán nem is az a feladatom, hogy az NB1-be rendszeresen védjek. Próbálom kiharcolni a helyemet, megmutatni, hogy lehet rám számítani, és hát hogyha olyan, akkor az NB3-as csapatba védeni. Hogy tetszik Pápa városa? Nem sokat láttam eddig még belőle, mert még Győrből járok ide az edzésekre. Párszor voltam a belvárosba, jó benyomást tett rám a város. Ugye hétvégén az első csapat már meg is kezdte a szereplést az NB1-ben, Videótonnál kisebb meglepetésre 1-1-es döntetlen tértetek el. Ugye nem voltál keretben, de gondolom nézted a mérkőzést. Hogy látod a 90 perc? Hát nehéz mérkőzés volt, de ezt tudtuk is, és készültünk is rá az egész héten. Sajnos nem voltam keretben, de ugye tévén keresztül követtem a mérkőzést. Hát itt is kellett ugye Lajosnak a jó teljesítménye a döntetlen eléréséhez, és úgy láttam, hogy csapatként szervezettek voltunk. A Vidinek ugye volt pár lehetősége, Lajos ezeket hárította, de úgy gondolom, hogy játékban az első fél időben kiegyenlített játékot hozott a mérkőzés, és a második fél idő végére kicsit elfáradtunk, de úgy gondolom, hogy ez teljesen jó lesz a hétvégi, most pénteken következő Paks ellen. A Black Bunny Rock'n'Roll Club az országos és nemzetközi versenyek után nyári edzőtábort tartott. A gyermek és versenyzői táborban már a jövő évi koreográfiát is gyakorolták. Az egyesület sikeres gálaműsorát követően egy hónapot pihentek a táncosok, majd több kupán is színpadra álltak. A versenyek után két edzőtábort is szervezett az egyesület. A fiatalokkal ott jártunkkor épp Házi Tamás foglalkozott. Igen, a gála időpontjában beszéltünk utoljára. Azóta rengeteg versenyen túl vagyunk, területi, országos és világversenyeken is, és nagyon szerencsére nagyon erős most az utánpótlás nevelésünk, tehát 2,5-3 éves kortól már vannak gyerekek, és nagyon jó létszámban, és már ők is színpadra álltak, úgyhogy szerintem nagyon eredményes első fél évünk volt, és a versenyzőink is nagyon jól dolgoztak. Kiemelnék egy páros, Tibold Mártont és Tibold Esztert, akik több világkupán részt vettek, és a világranglistán nagyon előkerül helyen szerepelnek már. Melyik volt a legfontosabb, legeredményesebb versenyetek? Mindenképpen a világversenyek, én azt gondolom, mert oda nagyon nehéz kijutni, tehát a területi versenyen már nálunk ott is nagyon sokan vannak, 20-30 páros, onnét el kell jutni országosra, és ugye az országosan, aki a legjobb 10 páros, ők jutnak el a világversenyekre, tehát nekünk ennek megvan egy elég erős menete, úgyhogy én azt gondolom, hogy már aki kijut, már az is nagy büszkeség, aki egy világversenyre kijut. A versenyeken kívül nyáron sem áll meg az élet nálatok, hiszen edzőtáborok vannak.
Igen, rock'n'rollban kettő táborunk van. Volt egy gyermektábor, nagyon ügyesek voltak ők is, és most vannak a versenyzők. És most arra én nagyon figyeltem, hogy ne csak rokizzunk, hanem rengeteg féle mozgás van. Most például a versenyzőkkel balett tanár dolgozik, és hát én azt gondolom egyébként, hogy minden tánccal foglalkozónak a balettal kellene kezdenie, mert egyszerűen olyan alapokat ad, hogy azt máshonnét nem lehet megkapni. 9-től délután 4 óráig vagyunk, hát eddig az előző napokban 6-ig sikerültek a napok, tehát tovább maradtunk. Hétfőn igazából felvezetőztünk, mert azért egy hónap kimaradt, azért annyi pihenő kell a szervezetnek, úgyhogy kiadtam a szünetet. Felvezetőztünk, voltak ilyen akrobatikába is felvezető, táncra is erősítettünk, átbeszéltük a versenyprogramokat, hogy kivel mit kell változtatni, a céljainkat az őszre vonatkozóan, és tegnap és a mai napon pedig a balettanárral dolgoztak. Csütörtök péntek pedig a versenyprogramokkal, meg lehet, hogy a fürdőbe is ellátogatunk. Ezek a koreográfiák, amiket most tanultok, ezt hol láthatja majd a közönség? Ezek majd a gála műsorunkra fognak készülni, de hát ugye kell idő azért egy koreográfiának, hogy kiforjon, meg hogy annak úgy minden mozdulata ki legyen dolgozva. Úgyhogy ezeket a koreográfiákat valószínű, hogy majd csak a gálán addigra, szerintem ez így be fog érni egy fél év alatt. Tibold Eszter és Tibold Márton 3 éves koruk óta táncolnak. Jelenleg a 200-as világranglistán az előkelő 34. helyet foglalják el. Könnyű foglalkozások voltak, tehát hogy játék is volt benne, meg gyakorlatok is, és így ezt megszerettük. Mióta táncoltok együtt? 5-6 éve. És hogy megy a közös munka? Hát egész jól. Már nagyobb versenyekre is eljutottunk, például a világkupon, meg ilyenekre. Na akkor, ha már a világkupát említed, akkor erre térünk is rá. Eszter, hogy érezted magad a világkupán, milyen volt? Nagyon jó volt. Rimimli-ben voltunk, az tetszett nekem a legjobban a 3 világkupa közül, és ott fülöttünk a tengerben, nagyon jó volt. Marci? Hát nekem is a Rimimli tetszett legjobban, ott ilyen nagyon nagy csarnokban táncoltunk, és sok néző volt. Mire készültök most? Területi verseny, országos is, meg majd világkupa is lesz. Mik a célok ebben a sportában? Meddig szeretnétek táncolni, Eszter? Hát elég sokáig, és az lenne a legjobb, az a vágyam, hogy majd egyszer világkupán elsők legyünk. Végül is felnőtt kategóriákig szeretnék táncolni, és hát, hogy minél jobban, legjobb helyeken végezzünk. Markó Ivánnál táncoltam 6 évet, és utána kaptam egy felkérést a SAK nevezetű musicalre, majd a későbbiek folyamán voltam még külföldön is, és hát egy reklámfilmnek a forgatásán ismerkedtem meg a Dórival, és hát onnét jutott el végül is ide ez a szál teljes mértékben, és most is jelen pillanatban aktív táncosként működök most itt. Ja, Dórival már beszélgettünk az előbb, azt mondta, hogy a balett az alapja az összes táncnak, ezt osztott te is? Én ezt teljes mértékben osztom, igen. Teljes mértékben a régi udvari táncokból és az udvarban lévő táncos stílusokból, ez egy letisztult formavilága ennek az egész táncnak, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó koordinációt ad későbbiek folyamán az embereknek, és mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy aki szeret táncolni, az valamilyen szintű balett alapismeretekkel rendelkezzen. Mennyire vagy megelégedve az itteni táncosokkal, mennyire mozognak ügyesen? Nagyon ügyesen mozognak. Ők a saját kategóriájukban teljes mértékben én azt mondom, hogy helytállnak. A mozgás koordinációval viszont, mivel hogy egyfajta táncstílus tanulnak itt, ezért egy picikét úgy gondolom, hogy foglalkozásra méltóak, és teljes mértékben úgy érzem, hogy kell velük foglalkozni, de nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon befogadó képesek, mivel hogy fiatalok. Mennyit edzetek egy nap? Ők most jelen pillanatban egy tábor keretein belül vannak itt, és most én reggel 9-től este 6-ig foglalkozok velük. Mennyire kitartóak, hogy viselik? Hát én azt mondom, hogy az első 3 órában még teljes mértékben tudnak összpontosítani a dolgokra, a későbbiek folyamán viszont már egy kicsikét szétziráltak, de hát a figyelem teljes mértékben azért még ilyen korban azért egy picikét szétszórtabb. Mit lehet tudni a koreográfiáról, amit most tanultok? Igazándiból én ezt felkérésként úgy mondanám, hogy egy modern koreográfia, tehát egy modern balett, illetve modern klasszikus metódusokkal felépített, igazándiból egy kicsit szabad stílusban mozgó táncetűd lesz ennek a vége, és hát
igazándiból a mai kor ötvözetét is, és mivel hogy csajokkal, lányokkal kezdtem el ezt az egészet, ezért nekik próbáltam megformálni azt, hogy egy picit az ő világukat és a mostani tini korszakot ezt így felölelje. Tamás, akkor zárásként, ha már egyszer itt Pápán vagy, volt-e időt körülnézni a városban, hogy tetszik Pápa? Igen, teljes mértékben volt időm körülnézni, hát nagyon tetszett maga a város, és kiemelném ebből a fürdőt legfőképpen. Igazándiból nekem nagyon tetszett, és nagyon jó, hogy egy elazulási lehetőséget, egy olyan fajta dolgot biztosít azért itt pluszba az embereknek, aki, hogyha egy picikét ki akar kapcsolódni, ott a Pápai fürdőbe teljes mértékben megteheti ezt a dolgot. Nagyon jó minőségű vizekkel vannak ellátva, úgyhogy le a kalappal előttük. A Pápai Esetermál utánpótlás csapatai jövő héten kezdik az alapozó edzőtábort. A gyerek és serdülő csapatok napi két edzésen vesznek részt, a cél, hogy idén dobogóra állhassanak. A gyerek egy és serdülő együttes tavalyi negyedik helye után idén mindenki az éremben reménykedik. Ennek érdekében kemény alapozás várható. Az utánpótlás mellett a felnőttek is előrelépésben bíznak. Ehhez azonban az kell, hogy minél nagyobb számban megjelenjenek a bajnokikon. Az első program az 18-án lesz, az lesz egy értekezlet, összehívjuk a játékosokat. 20-án kapott a serdülő csapat egy meghívást Sopronba, ez egy strandvízilabda torna lesz, amin részt veszünk. Hát nem a strandvízilabda szabályok szerint játszunk, hanem rendes méretű pályán és rendes kapukra, és utána 21-én, ez keddi nap, kezdődnek az edzések, az alapozók edzések, ezek tábor jelleggel, tehát edzőtábor jelleggel csináljuk, napi két edzést, ez délelőtt és délután, főleg természetesen 90%-ban úszással fog ez telni. A terv szerint 2000 métertől fölmegyünk 4000-4500 méterig. A játékosok, akik bent vannak a gyerek, illetve a serdülő csapatba, őnekik kötelező jelleggel ugye részt kell ezen venni. Az ifjúsági korú játékosok pedig hát az elfoglaltságtól függően vesznek részt, de ezt úgy tervezzük, hogy ez a kemény egy-másfél hét, ez biztos alapot fog nyújtani az őszi szezonra. Térjünk rá egy kicsit a felnőttekre is, rájuk is várnak tornák még a nyáron? Igen, a felnőttek most utaznak jövő hét végén Sastornára, Szentesre, tudva levő, hogy ezt a tavalyi évben megnyerték, reméljük, hogy idén is jó eredménnyel szerepelnek. Önálluk nincs felkészülés, önálluk az egyetemisták majd augusztus végén találkoznak itthon, illetve azok a az idősebb játékosok, akik nem iskolába járnak. Lesz egy megbeszélés ott is. Meccs programot nem tudunk, de ennek jegyében akarjuk megtartani ezt a megbeszélést, hogy kötelező jelleggel kell vállalni mindenkinek a meccset, tehát a betegség és valami nagyon fontos elfoglaltságon kívül nem hiányozhatnak a játékosok. Nem fordult ez elő, mint a tavalyi évben, hogy volt olyan meccs, hogy két cserével tudtak kiállni az öt csere helyett, szóval ezt komolyabban kell venni. Hát nem tudom, hogy a most serdülőből kiöregedett játékosok közül két játékosnak van sansza fölkörülni az OB2-be, hát ez az alapozástól függ, hogy mennyire élnek vele. Ahogy én visszaemlékszem, talán a gyerek és a serdülő csapat is a negyedik helyen végzett a bajnokságban, éppen hogy lemaradt a dobogóról. A helyezés tekintetében vannak-e célok? Nagyon érdekes lesz a bajnokság, ugyanis megint nem tudjuk, hogy hány csapat indul a dunántúli területi bajnokságba. Azt elhatároztuk edzőtársammal, Studinger Bélával, hogy ha 6 csapatnál kevesebb csapat nevez, akkor nem fogunk indulni, inkább vállaljuk az anyagilag megterhelőbb, és hát sokkal nehezebb budapesti csoportot, és abban nevezünk, mert annak nincs értelme, hogy egy szezonban egy csapattal 4-szer játszunk, oda-vissza, oda-vissza, és már kívülről tudjuk, hogy ki hol játszik, ki mit fog csinálni, szinte behatárolhatók az eredmények, tehát
sokkal változatosabb és sokkal érdekesebb a gyerekek számára is. Az egyesület számára biztos, hogy megterhelőbb lenne anyagilag. Térjünk egy kicsit egy másik nagyon fontos kérdésre, a játékos állomány mellett, ugye az anyagiakra. A klub hogyan áll e tekintetben? Igen, a pályázatunk, amit beadtunk, az augusztus 16-án kerül el bírálásra, mint ahogy minden pályázat, ez a TAO pályázat, és ha itt a szövetség részéről igen mondanak, akkor a körülbelül 10 millió forintot, amire pályáztunk, annak a szponzorációs részét el kell indítani, illetve hát meg kell keresni azokat a fő szponzorokat, akik ígértek pénzt, illetve támogatást. Mikre költenék ezt az összeget? Ez az összeg érdekes módon sok ellentétes híreszteléssel ellentétben ez csak kimondottan utánpótláskorú, illetve hát ifjúsági játékosokra költhető, tehát a felnőtt csapat ebből nem részesülhet, ugyanúgy, mint a más sportágaknál is, tehát például hallottam tegnap a teniszpályán, hogy a magyar vízilabda válogatott eltelt, és pedig mennyi pénzt kaptak, tévedés, ebből a pénzből a magyar válogatott nem kapott egy áron fillért se, a szövetség, illetve a klubok ez csak kimondottan ifjúsági, serdülő, illetve korosztályos gyerekekre költhetik. A felnőtt csapat a szentesi sastornán a harmadik helyet szerezte meg. ...2007 után idén nyártól ismét női alakformáló edzéseket tartanak a Fighting Force edzőtermében. Kassa László vezetésével heti két alkalommal edzenek a hölgyek, a múlt heti edzésbe stábunk is belepillanthatott. A heti kétszer egyórás edzésekbe küzdősportelemeket is beépített Kassa László, a hölgyek minden elismerést megérdemelnek, hiszen erejüket megfeszítve végzik a feladatokat. A tervek szerint nem sokára a második csoport is beindul, a jelentkezés pedig folyamatos. Viccesen a hölgyek is megjegyezték, hogy büszke lehetek, mert ennyi hölgy még egyszer nem nyögött nekem egy helységbe. Az igazság, hogy ezt én csináltam nagyon-nagyon korán még annak én, aki emlékszik a Lilaházba, ott elég nagy sikerrel ment, utána aztán a saját edzőtermembe is csináltam. 2007-ig körülbelül, hogy emlékszem, akkor volt az, hogy az akkori világbajnokságon szándékoztam indulni, és mivel minden nap volt edzésem késő estig, valamitől meg kellett, hogy váljak, hogy én is tudjak készülni, tehát nem minden nap 8 után kell még este nekem nekiállni, munka és edzéstartás után készülni a világbajnokságra, és hát ugye a versenyzőktől, gyerekektől ilyentől nagyon tudtam megválni, sajnos a női edzés lett az áldozata ennek a tevékenységnek, és nagyon sajnáltam, mert jó kis társaság volt itt, akik együtt edzettek, akik örültek, hogy kiszabadultak a konyha fogságából, meg egy kicsit itt elcsegettek, elcsicseregtek egymással, pletykáltak, tehát olyan környezetet teremtettünk itt meg magunknak, ahol jól érezve egy kicsikét az egészségnek is szentelhették az idejüket. Most eljött az idő, hogy megint valószínűleg most már kevesebbet fogok edzeni, versenyezni, ugye ezt már sokszor mondtam, de ugye 3 éve vagytam a bunyót, most valószínűleg a forma gyakorlat kategóriának is vége lesz, és most megint lesz úgy időm arra, hogy másra is foglalkozzam, és hát ismét ez megkeresésre történt az edzés tartás, azon a legnevesebb közösségi portálon, és azt mondtam, hogy hát akkor próbáljuk meg, hogy összejövünk így, és ez a negyedik edzés, és hát nagyon lelkesek a lányok. Most gyakorlatilag csak azért vállalták be ezt a tévészereplést, mert szeretnénk egy kis reklámot csinálni ennek az edzés módszernek. Ugye van Pápán többféle aerobik, fitness, stb. Az enyém az egy picikét sajátságos módon ötvözi. Ebben több elem van küzdősportból, harcművészetből, tehát az erőlétnek nagy része onnan van. Akkor a technikák azok... Hát nem videókazettáról begyakoroltak, hanem ezek tényleg kickbox technikák, mert ugye nekem abból feketőben van, tehát ez nem esett nehezemre, hogy ezt ütemre itt bemutassam, begyakoroltassam és csináljuk. És ugye reklámot szeretnénk csinálni neki, mert szeretnénk összeszedni annyi hölgyet, hogy két csoportot tudjunk alakítani, és az első csoportban lesznek a pörgősebbek, tehát akik már rendelkeznek vagy valamilyen előképzettséggel, vagy úgy gondolják, hogy nekik ez gyorsabban is megy, és a másodikban tesszük azokat a hölgyeket, akik már nem szeretnek nagyon ugrabugrálni, hanem egy ilyen lájtosabb alapformál edzést képzelnek el maguknak. Hogy bírják a hölgyek?
Hát ugye minden kezdet nehéz. Itt elsősorban mindjárt bemelegítésnél is látszik, hogy azok a szalagok, izmok, ízletek, amik ezeknek a technikáknak, gyakorlatunknak a végrehajtásához szükséges, azok nincsenek olyan szinten igénybe véve, hogy ezt segítenék. Tehát először egy jó erős bemelegítés, lazítás, nyújtás, stretching kell nekik. Hát az első időszak az, amikor ebbe is elfárad a hölgy. Aztán megszokja, hogy kilazultak azok a szalagok, azok az izmok engedékenyebbek, és utána már gyakorlatok is könnyebben mennek, úgyhogy azokkal nem lesz probléma. Van némi koordinációs gond is, ugye hát az természetesen ők ezt sose csinálták, hát azért egy gulyósnak is nagyon nagy út, mire azért ő úgy üt meg rúg, hogy abból rendesen imbolygás nélkül visszajön az eredeti pozícióba. A hölgyeknél is ugyanez van. Tehát gyakorlatilag megpróbálom lassan ütemezve kezdeni, aztán belegyorsítani, zenével adni egy kis ritmus nekik, hogy az is segítsen nekik. És úgy azt mondom, hogy végül is négy edzés után azt mondom, hogy edzésről edzésre látható volt az, hogy jobban megy nekik, és ami a leges-leges legfontosabb, hogy élvezik, tehát teszik nekik. Akik jöttek az első edzésről, nem volt az, hogy akkor a negyedik edzésre már senki nem jön, hanem tényleg újak is vannak. Én úgy gondolom, hogy ők is belátják azt, hogy nekik ez csak jó, tehát érzik azt, hogy elfáradnak, másnap egy kis izomláz, szóval rádolgoznak, már lassan elkezdik majd mérni a különböző méreteket, hogy mennyire változik, súly, fogyás, minden, tehát elérnek arra a szintre, hogy igazolják valamilyen szinten maga előtt, hogy ez érdemes. Ha más nem, akkor a mérleg vagy a centi segít nekik ebbe. Ugye te világéletben férfiakat edzettél, ugye most hölgyek vannak itt, ez tőled másfajta hozzáállást követel? Hát tulajdonképpen itt egy edzőnek olyan szemléletet kell kialakítania, hogy nincsen hölgy, nincsen úr, nincs férfi, nincs gyerek, hanem tanítványok vannak. Tehát aki idejön, azt nem úgy kell kezelni, hogy idejött egy idősebb hölgy, vagy egy fiatal gyerek, hanem idejött egy olyan alany, akiből az ő igényeinek megfelelően kell valamit faragni, csinálni, alakítani, gyúrni. És szerintem ez a legszebb edzői feladat, hogy ha ide beesik valaki most ettől elvonatkoztatva egy nagyon gyenge, vézna, koordinálatlan fiatal, vagy egy olyan hölgy, aki tényleg csak a sodrófát fogta eddig, vagy valami, csak azt mondja, hogy nekem ezt szeretném. És akkor van egy bizodalma feléd, megbízik benned, és hallja, tudja, látta, olvasta, hogy te erre képes vagy, és akkor neked az, ott helyet kell állni, ott egy olyan edzéstervet kell csinálni, egy olyan mozgásnemet, egy olyan valamit, hogy ez beigazolódjon, hogy ezáltal magad előtt is igazolt, hogy te képes vagy ebből az illetőből valamit csinálni, meg ő is érezze azt, hogy jól óra tett akkor, amikor lejött hozzád edzeni, és akkor így mindenki jól jár. Jó, a tanítvány, mert fejlődött lett belőle, valami még jól jár az edző is, mert egy újabb olyan feladatot oldott meg, ami azért nem egyszerű, valljuk be. A Lombardpápa második csapata a felkészülés 5. hetén van túl. A fiatalok napi 2 foglalkozással és edzőmérkőzésekkel készülnek a jövő héten rajtoló bajnokságra. A fiatalok túl vannak 4 edzőmérkőzésen, 2-szer a Haladással, míg 1-szer a Veszprémmel és az Ajkával csaptak össze. Az összkép biztató, erre lehet építeni a jövőben. Nagy Mihály elégedett csapata hozzáállásával. Hát 3. héten vagyunk túl. Nagyon sűrű 3 hét volt, az első hétvégén is már játszottunk edzőmérkőzést, mind a két héten, a második és harmadik héten is 2 edzőmérkőzést játszottunk, nem is rossz ellenfelek ellen, és közben egyáltalán nem vettünk vissza az edzések irányából, tehát nagyon keményen edzettünk. A hét elején nagyon keményen edzettünk, a szerdai edzőmérkőzés után kaptak mindig egy fél nap pihenőt, a fiúk után edzettünk tovább, és úgy játszottuk a hétvégi edzőmérkőzést, tehát húzos 3 hét van mögöttünk. Hogy sikerültek azok a bizonyos edzőmérkőzések? Hát biztatók voltak, Haladás ellen ott egy fél idős mérkőzés volt az NB3-as csapatnak, ott nyertünk 2-0, de a második fél időben a fiatalok ott is tették a dolgokat, csak ott tényleg jó nagy minőségi különbség volt a Haladás javára, akkor ott az 2-2 lett. A Veszprémet, a felnőtt csapatukat megvertük idegenbe 2-1-re a múlt hét szombatján, az egy nagyon jó teljesítmény volt, ahhoz képest, hogy sokat edzettünk. Most szerdán belefutottunk egy 5-0-as vereségbe Ajkán. Nem volt ennyire drámai a helyzet, csak elég buta hibákból kaptunk gólokat, de azt el kell ismerni, hogy ott 4-en hiányoztak is a csapatunkból, és ott azért az Ajka javára nagyon komoly rutinbeli és tudásbeli fölény volt, tehát ott nem volt esélyünk azon a mérkőzésen, illetve még a Haladás ellen játszottunk még szintén egy mérkőzést a legelején,
ott gyakorlatilag két pont rugással kikaptunk 2-1-re, de jó teljesítmény nyújtottunk. Viszonylag elégedett lehetek az edzőmérkőzésekkel. A játék mennyire állt már össze? Látszik a fiúkon azért a terhelés? Hát a játéknak a minőségén a terhelés az persze, hogy látszik. Tehát még azért a passzok sokszor pont, inkább abban látszik, hogy a terhelés, hogy azt a játékot, amit csinálunk, azt nem bírják 90 percen keresztül, mert hullafáradtak. Tehát ez normális, ez semmi gond nincsen. Most holnap játszunk, újra csak a haladással játszunk egy edzőmérkőzés, és az Etónak az U19-e lesz a jövő hét végén. Az már értékmélő lesz, a jövő héten nem játszunk edzőmérkőzést, hanem egy bajnoki ritmusba edzünk egy hetet, és meglátjuk, hogy akkor mennyire lesznek fölkészültek, milyen állapotban lesznek a hétvégi mérkőzésre. Hogy néz ki most a keret, mit lehet várni a fiataloktól? Hát most olyan, hogy külön keret nem létezik, gyakorlatilag korosztályok együtt edzenek, tehát olyan, ha arra gondolok, hogy tehát ha úgy nézem a keretet, akkor mit tudom én, az U19 kiöregedő játékosai, tehát az 19-nél idősebb játékosok vannak durván 10, és hát ennyi, ezekhez jön majd a visszajátszó játékosok, illetve majd azok a fiatalok, akik ugye ifista korúak még, de már játszanak nálunk. Tehát igazából a csapat gerince maradt meg, volt egy-két távozó, akit én nagyon sajnálok, de hát nem lehetett mit tenni, mert olyan egzisztenciális lehetőséghez jutott valaki, mondjuk Ausztriába elmegy dolgozni, az nem tudok mit kezdeni, tehát azt el kell, hogy engedjem, hogy menjen, mert nem a futballt választotta, hanem a munkát és a megélhetést, és ez teljesen normális egy iskola befejezése után. És bár ugye említette, hogy a Somori Gyiricsi valószínűleg elhagyja a csapatot, most mégis itt tetsz, mit kell tudni róla? Hát annyit lehet tudni róla, hogy a Ricsi Győrben volt, Győr második csapatánál, amelyik az NB2-ben szerepel, és hát az előzetes megbeszélések alapján, illetve az ott mutatott teljesítmény alapján a vezető edző Sándor István igényt tartott rá, és gyakorlatilag ugye ő is szólt a saját vezetőinek, én is szóltam a saját vezetőinknek, hogy a szakemberek úgy látják, hogy ott a helye, és a kölcsönadási papírokat, szerződéseket azt rendezzék el, és hát ehhez képest, amikor ezt megbeszéltük, két nappal később pedig az ottani vezetőedzővel közölte a magasabb vezetés, hogy nem engedélyezik a kölcsönvételt. Ennek az okát nem tudom, ez az ő belügyük, egy a lényeg, hogy a gyerek itt van nálunk, és itt is marad egyelőre, tehát az a lényeg az egészben, hogy ez a Somán, én véleményem szerint most ez egy nagyon lelki, nagyon komoly lelki problémát okoz, őt most föl kell építeni megint előről, mert hát egy ilyen helyzetben, amikor gyakorlatilag eldől az embernek a sorsa, és azután két nap múlva megváltozik a helyzet, biztos, hogy nagyon nagy csalódás a gyereknek. Bízom benne, hogy össze tudja szedni magát rövid időn belül, mert most eléggé maga alatt van.